Szikrázó napsütés fogadta az idei csillagpontozókat. Összesen több mint 3600-an regisztráltak a pultoknál. Sportos ízt adott a találkozónak, hogy az ifjúsági fesztivált az olimpiai felkészülésnek otthont adó tatai edzőtáborban rendezték meg. Bár Tata a vizek városa, a református fiatalok megelégedtek volna az állóvízzel is. Az eső viszont szakadatlanul ömlött, így több százan saját bőrükön érezhették, hogy milyen kivert kutyának lenni. Beázott a sátrunk, és ezért jöttünk ide. Megkérdeztük a vezetőséget, hogy milyen lehetőségünk van. Hát ha esetleg ez a lehetőség nem adódott volna, akkor lehet, hogy hazamegyünk. Én csak szolidaritásból vállaltam, hogy bejövök meg. Hát ilyen palesztin menekült tábor feeling, ez nagyon bejön. Eső ide, eső oda. A legtöbben vállalták a nehézségeket, és egész héten kitartottak. Én úgy gondolom, ez nagyon fontos, hiszen az élet tele van a hétköznapi élet láthatatlan fordulatokkal, és a hitünkből mindig ilyen helyzetekben vizsgázunk, hogy mennyire tudjuk megélni a Krisztust. A csillagpont így a szabad térről beköltözött a fedett épületekbe. Itt hallgathatták napról napra a fiatalok az ismert pszichológus Bagdi Emőke előadásait. A fesztiválon 135 programból válogathattak a résztvevők. Csoportbeszélgetések, játékok, hírességek beszámolói, koncertek színesítették a kínálatot. Ma este itt a csillagponton nagyon jó volt a hangulat, és nagyon jól éreztük magunkat. Az egyik televíziós tehetségkutatón feltűnt együttesben két református fiatal is énekel. Mindig figyelni kell az Úrra, és úgymond nyitott szívvel és elmével kell járni, és mindenképp mindenkihez szól az Úr, és vagy meghalljuk, vagy nem, és arra kell törekedni, meghalljuk. Ennyi. Pontosan, ennyi. Ez a címe annak a válogatás kötetnek is, amelyet a Dunamelléki Református Egyházkerület online magazinja, a Közösség adott ki. A 30 szerző 40 alkotását tartalmazó könyvet a Parókia Kultúrparton mutatták be számos érdeklődő előtt. Egy olyan csodálatos kivonata és egy szemelvény sorozat mindabból, ami a parókiának a műve, az eddigi műve, és azt hiszem, hogy missziót tölt be, különleges értékűnek tartom. A könyvet szívesen lapozgatták a Parókia Kultúrpart látogatói, köztük a keresztény motorosok, akiket lenyűgözött a csillagpont. Engem nagyon-nagyon elkápráztatott a nagyon magas létszám, a rengeteg program. Igazániból egyik sátortól a másikig motorral mentem, olyan sok rendezvény van. Motor persze nem kellett mindenkinek, ugyanis a jó társaság helyben volt. A csillagponton engem megérintett az, hogy nagyon sok ismerőssel találkoztam, nagyon sok új embert ismertem meg. A koncertek is nagyon jók voltak, és a délelőtti beszélgetések nagyon tetszettek. Ilyen konferencia jellege van, és ugyanakkor meg tök jó, hogy fesztiválos is. Szorosan együtt kell működnünk, és ez nagyon-nagyon összehozza a társaságot, és egy-két nap után már fél szavakból is értettük egymást. Érződik az, hogy nem 3000 ember van itt, hanem egy közösség, és mindenkinek egyszerre dobban a szíve, amikor összeáll egy program, amikor megnyílik a találkozó. És azért is sokkal jobb, mert bárkihez odafordulhatok, hogy segíts, mert mindenki a magáénak érzi, nem úgymond csak szórakozni jön, hanem azért, hogy tegyen ezért a találkozóért, és hogy tegyünk egymásért. Az eső pedig keretbe foglalta az egész fesztivált, de ez mit sem zavarta az ezernyi fiatalt, akik esernyő alól hallgatták Isten igéjét a záróisten tiszteleten. Nagyon hálás vagyok azért, hogy érezhetjük a testélet igének, Jézus Krisztusnak a jelenlétét. Tehát, hogyha létezik igazi erejem, az éppen ő, aki jelen volt, és aki hiszük, hogy elkísér bennünket otthon is, és aki azt is hiszem, hogy mindazt, amit itt kaptunk a csillagpont alatt, mindazt, amiben és ahogyan ő megérintett, rajtunk keresztül majd odahaza továbbadja. Ha szeretnétek újra átélni a fesztivált, vagy valamelyik programról lemaradtatok, látogassatok el a Parókia portálra, ahol megmutatjuk nektek a csillagpont legérdekesebb eseményeit. Találkozzunk a neten, vagy személyesen 2 év múlva a csillagponton. Addig is, viszlát!